A Paksi Energetikai Szakgimnázium mellett a helyi középfokú intézményekről is információkhoz juthattak a 6-os, 7-es és 8-os diákok. Így első kézből tájékozódhattak a tanárokról, az óraszámokról, vagy éppen az iskolai ünnepségekről. Egy szakemberhez is fordulhattak ezen a napon. Balogh Csaba volt a pályaválasztási tanácsadó, aki el tudott jönni a mai napra. Ő évfolyamonként kimondottan a gyerekekre specializálódva tartott foglalkozásokat, így a 6-osoktól a 8-osokig mindenki megismerhette, hogy milyen pályák állnak előttük. Közösségi szolgálatot végző diákok segítették az egyik helyszínen a gyerekeket, ahol a rendőrség jóvoltából akadálypályán mehettek végig a vállalkozó szellemű gyerekek. Több sportágba is belekóstolhattak az udvaron és a sportcsarnokban egyaránt. Alsó tagozaton a sportegyensületek közül az ergométeres evezés sikerült idehozni, a brazil jiu-jitsu-t, a barantások és az íjászok jöttek el erre a napra. A sportágak nagyon népszerűek voltak a gyerekek körében, a legnépszerűbb talán a barantások voltak, illetve a jiu-jitsu, a küzdősportot élvezték nagyon a gyerekek. Az alsósok egymást is bátorították az egyes programokon, így szinte mindenhol hosszú sor alakult ki, ha csak egy vagy néhány eszköz állt rendelkezésükre.